Az éneklő ifjúság 2019 évi szekszárdi versenyének minden fellépője énekelte közösen a Csitári hegyek alatt című dalt. Az alkalmi kórust a Bárdos zenei hetek ötletének szülőanyja, Kempellen Tünde dirigálta. Az éneklő ifjúság mozgalom az 1920-as években a Kodály köré többülült énekkarok kezdeményezésére indult. A cél az volt, hogy a fiatal kórusok figyelmét a magyar népdal körre irányítsa. 1948-ban a mozgalmat megszüntették, és egészen 1978-ig érte tetsz halott állapotát. A 20. századi magyar zeneszerző fogalmazta meg Kodály, hogy a gyerekek zenei nevelése 9 hónappal a születésük előtt indul, és minden gyereknek meg kell tanítani a zeneszeretet, vagy minden gyereket meg kell tanítani a zeneszeretetére, és az éneklő ifjúság mozgalom ezt szeretné megvalósítani. Gerse József tanár úr, aki a Garai Gimnázium énekzene tanára volt, a Bárdos Lajos zenei hetek keretében gondolt arra, hogy Szekszárdon ifjúsági kórusok adjanak hangversenyeket. Aztán ez valamilyen oknál fogva abba maradt, és 15 év kihagyás után 2017-ben indult újjá. Azt tapasztalom, hogy elsőre is 10-12 kórus jelentkezett, folyamatosan bővül azoknak a tábora, akik ezen szeretnének részt venni, mert más lehetősége egy általános vagy középiskolás kórusnak nagyon kevés van a mai világban, illetve minősítést szerezhetnek, érvényes állami kóta minősítést. Nagy örömmel jövök most újra ide Szekszárdra, mert az elmúlt időszakban azt tapasztalom, hogy mindig több együttes indul ezeken a rendezvényeken. Valamikor Hamvába volt itt az éneklő ifjúság mozgalom, nagyon régen, nagyon sokat jártam ide zsűrizni, megszakadt évek óta, és most azt tapasztalom, hogy újra fejlődik, ami nagyon nagy örömet jelent. Miért? Mert tulajdonképpen a gyerekek valahol átérzik, hogy egy szép terembe való megszólalás, a taps, a lelkesedés, a dicséret valahol összehozza őket, és azért elviszik ennek a hírét. Tehát ebben az a legfontosabb, hogy elvigyék ennek a hírét. Amikor Kodály elindította a mozgalmat, néhány év alatt példátlan fellendülés volt tapasztalható a kórus mozgalomban és az iskolai éneklés területén. Számtalan mű és kiadvány látott napvilágot, mely a zenepedagógia Kodály elvei szerint íródtak. Az újraindulást követően a mozgalomban ismét a születés idején tapasztalható fellendülés vette kezdetét. Az utolsó 3 évet tudom mondani, azt tudom mondani, hogy van egy 7-8 olyan kórus, ami addig már működött, valahogyan, nehézségekkel, de működött, korábban is éltek ezekkel a lehetőségekkel, illetve a fejlődést azt mutatja, hogy mások is bekapcsolódtak. Nehezebb műveket énekelnek, másabb műveket énekelnek, és amikor ezt megfogalmaztam, hogy milyen kórus találkozott, milyen hangversenyt szeretnék szexálni, akkor az volt az első cél, hogy mindenki jól érezze magát, és ne versenyre készüljön, hanem szeretettel és örömmel énekeljen. Nyilván szakmailag az iskolai énekoktatásban is feltétlenül előre kellene lépni. Milyen irányból próbálkozunk? Hát ugye én, hogy az egyetemen is tanítok, és zenepedagógiát is tanítok, én olyan irányból próbálom az utódokat, a jövendőbeli tanárokat megkörnyékezni időzőjelbe téve, hogy átérezzék azt, hogy a zenének egészen különleges a szerepe a személyiség fejlődésbe. Tudjuk, hogy a legújabb agykutatások is erre utalnak,
hogy nagyon-nagyon fontos lenne a szerepe. Tehát ennek valahogy az a kisugárzása, hogy minden területen, bárhova jutnak a gyerekek, ez nagyon fontos lenne. Nagyon fontos lenne, hogy iskolán belül is az igazgatók, a vezetők rajta legyenek, hogy egy-egy iskolai ünnepségen szólaljon meg az az énekkar, amit tapasztaljuk, hogy nem kéri meg a kollégát, hogy azért hozzuk össze és szólaljon meg. Tehát itt lehetne egy picit előrelépni. A magyar kudus mozgalom elit része, az európai élmezőny része, mondja Kertész Attila. A középmezőnyt érte a legnagyobb trauma az elmúlt időben. Ezzel szemben az iskolai kudus mozgalom felvirágozóban van. Így a jövőre nézve bizakodhatunk abban, hogy Kodály elmélete és a mozgalom ismét visszanyeri eredeti fényét.